Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek fontosabb híreink röviden. Dumcsa 150. A város első polgármesterére emlékeztek szombaton. Gondozási központ. Pályázati felhívás házi gondozói munkakörbe. A költő te magad légy. 25 szerző csatlakozott a felhíváshoz. Szentendre város hivatalos közösségi oldala tette közzé, hogy ma reggel útkarbantartási munkák kezdődtek a 11-es úton. A Magyar Közút burkolat tisztítást végez a főút mintegy 5 kilométeres szentendrei szakaszán. Mindkét irányban forgalom korlátozásra, útszűkületre kell számítani, tájékoztat a város önkormányzatának hivatalos híroldala. A várható befejezés időpontja április 14-e, vezessenek óvatosan és körültekintően. A nemzetiségek gasztronómiájával ismerkedhettek meg az érdeklődők április 9-én a Városi Vendégházban. A programot Dumcsa Jenő szentendrei polgármester megválasztásának 150. évfordulója alkalmából rendezték meg, amelyet a képviselőtestület februári ülésén Szentendre Város napjának nyilvánított. Hét nemzetiség különlegességeit, hagyományos ételeit és italait lehetett megkóstolni a Nemzetiségek Konyhája nevű rendezvényen múlt hét szombaton. Ezen a napon városszerte több programot szerveztek, Szentendre első polgármesterére, Dumcsa Jenőre emlékezve, akit 1872-ben választottak meg településünk vezetőjévé. Februárban fogadta el a képviselőtestület azt, hogy a Dumcsa Jenő polgármesteré választásának 150. évfordulóján a városnapjának nevezi ezt, és ez volt az első alkalom, ez volt az első ilyen rendezvénysorozat. 10 órakor kezdődött, sajnos esett az eső, itt a Dumcsa Jenő utcában, a Dumcsa háznál tartottunk volna egy megemlékezést, meg is tartottuk, csak egy kicsit bejebb kellett húzódnunk a Turinform irodának a fedett részébe. A polgármestereket, az összes polgármestert, még élő polgármestert meghívta a jelenlegi polgármester. Szerencsére hárman, vele együtt négyen el is jöttek. Volt olyan polgármester, aki nem tudott eljönni. Ők tartottak ott megemlékező beszédet, voltak laudációk, tehát ilyen méltató beszédek. Sok mindent meg lehetett tudni Dumcsa Jenőről. És utána készült egy műsor a nemzetiségekkel, hiszen ez a nemzetiségek napja, és Szentendre, mivel egy sok nemzetiségű város, hét nemzetiségünk vállalta azt, hogy programot szervez. A Barcsay Jenő Múzeumban tartottuk ezt meg, most lett nem olyan régen vége. A következő programunk 13 órától ez a látványfőzés, ami nemzetiségi ételeket főz az egyik, Kovács Krisztina, ő főzi ezeket az ételeket, meg lehet kóstolni, oda lehet menni. 2 órától lesz a Partmozinak egy filmvetítés, ami ugyancsak erre az ünnepségre fűződik fel, és 15 órától lesz egy városi séta, ami a Hévtől kezdődik, és a Városházán ér véget, és közben Dumcsa Jenőnek az ikonikus állomásokon ott megállnak és beszélnek Dumcsa Jenőről, illetve még ma este lesz egy görög táncház, amit most ennek dedikálja a görög nemzetiség, hogy Dumcsa Jenő 150 évvel ezelőtt lett polgármesterré megválasztva. A Városi Vendégházban szombat délután 30 perces foglalkozásokon mutatták be a Szentendrén élő nemzetiségek fogásait. A résztvevők az ételek elkészítési módját és konyhai praktikákat sajátíthattak el, valamint a recepteket is hazavihették. Úgy állítottuk össze, hogy ez egy étlap legyen, tehát hogy aki ide jön, akkor végig ehesse a nemzetiségek étlapját, képzeletbeli étlapját, úgyhogy van itt előétel, meleg előétel, hideg előétel, leves, tésztaétel, főétel és desszert. És ugye ez 7 nemzetiség van jelen ma a városban, úgyhogy mi is 7 nemzetiséget alkotunk majd meg. Úgyhogy mindegyiknek valami étele, desszertje lesz. A 7. a lengyel, akit ugye, hogy próbáltuk úgy összehozni, hogy ne üsse a kóstolókat se, meg hogy azért olyan különlegességek legyenek, úgyhogy a lengyeleket italformájában mutatjuk majd meg. A lengyel-magyar barátság koktél
lesz az egész nap folyamán, amit lehet kóstolni. A látványkonyhában autentikus balkán ízeket kóstolhattak a vendégek. A házigazda, Kovács Krisztina, a különböző nemzetek legnépszerűbb ételeit válogatta össze, de kevésbé közismert finomságok is helyet kaptak a nemzetiségek asztalán. Az előétel az a bolgár, ott a sopszka saláta, amit ugye a görög salátát azt sokan ismerik, hasonló a bolgár is, csak más sajttal készül, meg ugye más az fűszerezése is. Ugye ez egy érdekes lehet, hogy a görögöt azért ismerjük, a bolgárt annyira nem. Ehhez van egy pitka kenyér, ami olyan, mint a pita a görögöknél, úgyhogy ez is akkor egy érdekes, mert azért úgy megismerhetik az emberek. Ugye ez a hideg előétel, aztán meleg előétel az egy horvát finomság. A horvát nemzetiség vezetője, a Benkovics Gyuri, ő nagy gasztroszakértő, úgyhogy őtől lekaptam ötletet arra, hogy mit is, mert amit én kitaláltam, az nem nyert el annyira tetszését, úgyhogy kaptam tőle egy nagyon finom tésztaétel, az is egy pita lesz, vagy egy pite lesz, bocsánat, egy sós pite, spárgával, zöld spárgával, ugye most jön is a szezonja, meg ők nagyon szeretik. Ez egy kicsit haja az olasz ételekre. Aztán ugye a leves az a román nemzetiségé, a csorba leves, úgyhogy az egy ilyen kis savanykás, zöldséges, húsgombócos leves lesz. A tésztaétel, hát ez mi lenne más, mint a szlovákoknak a strapacskája. Azért az nagy kedvenc Magyarországon, úgyhogy azt szeretném megkóstoltatni, illetve megmutatni, hogy még meg lehet másféleképpen is csinálni, amit mi nem annyira ismerünk. A főétel, hát az a szerb, ugye a pleskavica, mert ugye a csevapot azt jobban ismerjük, a csevapcsicsát, de ugye a pleskavica az nem annyira közismert, úgyhogy ott azért választottam azt, de ugye hasonlóan eszik, mint a csevapcsicsát. És a desszert az pedig egy görög fánk, ugye az a görögök nagyon szeretik a desszerteket, úgyhogy ez egy ilyen mézes, diós fánkocska lesz, amit ugye meg lehet kóstolni. És akkor így jön a lengyel, ami meg a... Hát azt megmondom őszintén, hogy én találtam ki, hogy ugye a lengyel zászlót visszahozzuk, piros meg fehér gyümölcsökből tevődik össze, és hát egy ilyen kis könnyű kis limonádészerűség. Úgyhogy ez inkább csak a színekre asszociál. A házigazda szerint a magyarok nyitottak más nemzetek konyhái iránt, így a nemzetiségek különlegességeit is nagy örömmel próbálták ki a hétvégi programon. A gasztronómia egyébként az minden, mindent is meg lehet vele mutatni, meg be lehet vonni gyerekeket, felnőtteket. Hát ugye nem véletlen van az, hogy odaülünk az asztalhoz, bármilyen nagy eseményen, ha valamit ünneplünk, ha szomorkodunk, ha valaminek valami évfordulója van, akkor mindig egy ilyen evéssel nyitjuk, zárjuk a dolgot. Hát egyrészt ez mondjuk lehet ez is, hogy ugye egy picit tényleg, hogy a Dumcsa mindenkié volt. Mai napig egyébként vitatkoznak a nemzetiségek, hogy kié igazán Dumcsa Jenő, és pont erről is volt szó délelőtt, hogy ez annyira fantasztikus, hogy egy ilyen jó ember volt, hogy mindenki magáénak akarja, és ő tényleg, hogy mindenkinek segített, és ezt próbáltuk egy kicsit visszahozni ma, hogy így a nemzetiségek asztalánál, mint hogy a Dumcsa Jenő vendégei lennének, hogy vendégül látjuk a résztvevőket, vagy a vendégeket, akik ide látogatnak, úgyhogy ez volt igazából az egyik indítatás az egésznek, a másik pedig, hogy a nemzetiségeket megmutatni. Mert szerintem járunk, elünk a világba, mi mondjuk nagyon sokat utazunk, és mindig bárhova megyünk, akkor ott annak a nemzetnek az ételeit szeretjük megkóstolni, de nagyon sokat nem ismerünk. Mert vagy aki nem jut el külföldre, nincs lehetősége rá, akkor ide lehet hozni azt a nemzetet azzal, hogy megkóstoljuk azokat az ízeket, amit mondjuk itthon nem ismerünk. Dumcsa Jenő 8 polgármesteri ciklusa alatt jelentős intézkedéseket kezdeményezett és hajtott végre a településen, melyeknek köszönhetően Szentendre dinamikus fejlődésnek indult és városi rangra emelkedett. Kiemelt célja volt, hogy elsimítsa az ellentéteket a nemzetiségek között, és egységes közösségé formálja a szentendreieket. Ő volt Szentendre város első olyan polgármester, aki munkássága alatt a fejlődésnek indult ez a város. Nagyon sokrétű munkássága volt, ugye gyermektelen
házaspár lévén egyrészt az idejét is rá tudta erre áldozni, másrészt meg olyan személyiség volt, aki egyszerűen egy ilyen integráló személyiség volt, és nagyon elfogadott volt a városban, 31 néhány évig volt polgármester, tehát többször, több cikluson keresztül is megválasztották a városlakók, és hát igazából azt mondhatjuk, hogy az ő hagyatéka, az, hogy fejlődésnek indult a városunk, ez minden egyes polgármesterre, az utána következőknek is egyfajta példa. Mindent meg kell tenni az itt élőkért, és tényleg szívvel, lélekkel szolgálni kell a város, mert az, hogy valaki polgármester, vagy képviselő, vagy alpolgármester, ez egy szolgálat. És azért vállaljuk, hogy a lakóknak az érdekében tevékenykedjünk. Domcsa Jenő polgármesterré választásának 150. évfordulója alkalmából idén először rendeztek ünnepséget Szentendrén. Sok nemzetiségű és kulturális jelképpé vált elődünk szellemi örökségéről mostantól minden évben április 9-én fog megemlékezni a városvezetés. A Szentendrei Gondozási Központ házi gondozói munkakörbe keres határozott időre munkatársat. A pályázat benyújtásának határideje 2022. április 29-e. A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege határozott idejű tartós betegállomány idejére teljes munkaidő. A munkakörbe tartozó feladatok. A házi segítségnyújtás személyi gondozás szociális segítség keretében a szolgáltatást igénybe vevő gondozottak otthonában segíteni az önálló életvitel fenntartását. További részletekért Szentendre város hivatalos oldalára látogassanak el. 25 szerző csatlakozott a Szentendrei Kulturális Központ a Költő Te Magad Légy Szabad Ötletek jegyzéke címen kiadott felhívására. A költészet napján, azaz április 11-én még megtekinthetőek a szentendrei és környékbeli alkotók versei a város 55 helyszínén. A Magyar Költészet Napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A Szentendrei Kulturális Központ a tavalyi kezdeményezés nagy sikere során idén is egy különleges programmal készült az ünneplésre. A tavalyi évben szerveztünk először kultköltészetet, mert hogy ez a címe ennek a programnak. Igazából azt szerettük volna, hogyha mindenki, aki szereti a verseket, aki tehetséget érez a magában, hogy verseket írjon, az küldje be nekünk, és mi a szentendrei intézményekben, illetve buszmegállók plakáttartóiban kihelyezzük a verseket. Mi ünnepeltük meg tavaly a Magyar Költészet Napját már, hogy ugye a lezárások miatt nem volt lehetőség, és ez annyira sikeres volt, és annyira szerették az emberek, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt visszük tovább, ezt a folyamatot, és idén a Költő Te Magad Légy felhívásunkra nagyon sok vers érkezett be. 55 verset helyeztünk ki, ahogy látható itt az ablakban is, és egy lírai sétát tehetnek a szentendreiek a városban, biciklivel, gyalog, rollerrel, bárhogy, és megkereshetik ezeket a verseket, amit egyébként egy térképre is ráraktunk, ez itt látható, és itt találhatóak az állomás helyek, hogy hol melyik verset hova helyeztük ki. Városunk elsősorban művészetével és kultúrájával ragadja magával az ide látogatókat. Most a Költő Te Magad Légy Szabad Ötletek jegyzéke címen kiadott felhívásra 25 szerző kapcsolódott be. Mi teljesen megdöbbentünk tavaly ezen a felhívásra érkezett versek tömegétől. Nem gondoltuk azt, hogy ennyi tehetség veszett el a szentendreiekben, és nagyon boldogok voltunk, és egyébként, hogyha elolvassátok a verseket majd, akkor tényleg fantasztikus dolgokat találhattok a plakáttartókban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy miután Szentendre ugye a művészetek városa, nagyon sok tehetséges, kreatív ember él itt, ez most kibontakozik ebben a programban. A költeményeket plakát formájában helyezték ki a szentendrei közintézmények ablakaiba, belvárosi kirakatokba, illetve buszmegállók plakáttartóiba a szervezők. Az alkotásokat Szentendre verstérképe alapján egy kellemes séta vagy kerékpározás során megkereshetik az érdeklődők a város 55 helyszínén április 11-ig. 11-én van ugye a költészet napja, akkor az összes verset megfeltesszük a saját oldalainkra, tehát akinek nincsen kedve ilyen időben sétálni, vagy nincsen ideje,
az hétfőn a szentendreprogram.hu oldalán is megtalálhatja ezeket a verseket, de alapvetően hétfőig találhatóak meg a plakáttartókban is. A Szentendrei Kulturális Központ 2021-ben tette közzé először a költő Te magad légy, szabad ötletek jegyzéke című felhívását azzal a céllal, hogy a járványhelyzet ellenére különleges ünnepet, eseményt szervezzenek a Magyar Költészet napja alkalmából. Az előző és az idei év sikerére tovább folytatják a kezdeményezést a jövőben is. Mi ezt mindenképpen szeretnénk folytatni, ezt a programot, úgyhogy jövőre is ígérhetem, hogy megvalósítjuk. És akkor gondolom, hogy most ha 55 vers érkezett be, akkor remélhetőleg jövőre ennél sokkal több fog. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhatott saját költésű, szalonképes művekkel, kortól, nemtől, műfajtól, terjedelemtől függetlenül. Mi azt gondoljuk, hogy nem akartunk versenyt csinálni, pont ezért, mert hogy aki írja, az azért tesz ezért, hogy ezt a verset publikáljuk. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy nyilván voltak azért olyan korlátok, amire már mi is azt mondtuk, hogy ezt nem tehetjük ki, de alapvetően mindenkinek kikerült a verset. A Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetője hozzátette, hogy mindegyik alkotás tetszik neki, nem tudna egyet sem kiemelni a több, mint 50 alkotás közül. És azért sem emelnék ki egyet sem, mert hogy annyira érdemes végigmenni és elolvasni ezeket, vagy hétfőn a weboldalunkon, hogy mindenki döntse maga, hogy mely vers az, ami neki tetszik, számomra mindegyik kedves. A kezdeményezés idén tovább bővült, ugyanis a Szentendrei Tavaszi Fesztivál keretein belül április 10-én bárki felolvashatta beküldött alkotásait a barlangban. A verstérképbe küldött műveket elolvashatják a Szentendrei Kulturális Központ közösségi oldalán is. Végül a várható időjárásról. Kedden sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk. Reggel helyenként még fagyni fog, de délutánra már 13 és 20 fok közé melegedhet a levegő. Adásunk végén következzenek fontosabb híreink még egyszer, röviden. A város első polgármesterére, Dumcsa Jenőre emlékeztek szombaton. A Szentendrei Gondozási Központ házi gondozói munkakörbe keres határozott időre munkatársat. 25 szerző csatlakozott a Szentendrei Kulturális Központ a Költő Te magad légy, szabad ötletek jegyzéke címen kiadott felhívására. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Híradóval legközelebb kedd este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik a Hétembere című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tv-szentendrén. És ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, kövessenek minket ott is. Munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!